A Zemplini és Abaúji Várak Fejlesztése című program keretében a Sátoraljaújhelyi, a Sárospataki és a Boldogkői Várban összesen 2,8 milliárd forint értékben végeztek helyreállítási munkákat. Az Abaúji erődre 641 millió forintot fordítottak, egy új fogadóépület épült, a Felsővár palota épülete pedig visszanyerte eredeti, középkori szerkezetét. Több új kiállítás kapott itt helyet, melyek ünnepélyes átadásán Navracsics Tibor, közigazgatási és területfejlesztési miniszter arról beszélt, hogy a versenyképességet szolgálja, hogy a sokak által feledésre ítélt poros és romos emlékek megújulva sorra újra nyílnak. A nyugati országok tapasztalata alapján is a versenyképesség ott kezdődik, hogy a saját energiáinkat, a saját hagyatékunkat, a saját tradícióinkat és a saját örökségünket tudjuk optimálisan kihasználni és felhasználni. Ahogyan itt is, hiszen egy-egy műemlék, amely nem csak a magyar kultúrtörténetnek egy kitüntetett pontja, nem csak a kollektív emlékezetnek egy nagyon fontos emléke, hanem egyben az itt élők számára önazonossági pont is, olyan energiákat tudnak nekünk adni, amelyeknek a felújításával, az új életre bocsátásával, a jövő felé kinyitásával maga a térség is új életre kelhet. Dr. Virág Zsolt röviden ismertette a 742 éves vár történetét, majd bemutatta az új kiállítási programot. Mint mondta, az alsó és felsővári kiállítások alapja az erőd 7,5 évszázados története. Az anyag anekdótákra és hiteles történelmi adatokra épül. A mai kor igényeinek megfelelően közérthető és hiteles, ugyanakkor a látogatókat is bevonja az élménybe. A felső vár emeleti része, az egykori palotaterem, a várkonyha, illetve a úrnői élettér bemutatása az enteriőr rekonstrukciókon alapul, ugyanakkor itt is illatok gazdagítják, tapintatott terje gazdagítják a tárlatot. A földszinti terekben, a palota földszinti tereiben részben a hiteles régészeti leletek kerültek bemutatásra, részben pedig páncél és különböző fegyver másodok idézik fel a középkor és a kora újkor világát. Zavodni Ferenc Boldogkővárai polgármestere az eseményen emlékeztetett arra, hogy a település önkormányzata 30 évvel ezelőtt vette át vagyonkezelésbe a várat. Ez idő alatt folyamatosan arra törekedtek, hogyha több ütemben is, de megújuljon az erődítmény, visszanyerje eredeti állapotát. Az elmúlt 30 évben három nagy beruházás történt Boldogkő várában. Minél többen ide látogatnak a várba, annál fontosabb ugye a itt élőknek az, hogy számíthatnak arra, hogy esetleg több napon keresztül itt lesznek a ide látogatók, úgyhogy egyre többen elkezdtek foglalkozni szállásadással, vendéglátással. Most már lassan 20 éve van egy középkori éttermünk, ami nagyon népszerű. Tehát a gazdaságnak is jót tesz, illetve hát itt élünk a Abaújba, és a mezőgazdaság és a turizmus az a fő célpont, amit próbálunk fejleszteni. A vár fejlesztésének köszönhetően folyamatosan nő Boldogkővárai a turisztikai vonzereje. 30 évvel ezelőtt csupán 10 000 volt a látogatók száma éves szinten, ez mára megtöbbszöröződött. A legnagyobb szám 95 000 volt, amit egy esztendőn belül elértek vendégek tekintetében, de cél a 100 000-es határ elérése.